Ezt a vizsgáló helyiséget az elmúlt hónapokban alakították ki a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházának sürgősségi betegellátó osztályán. Új várótermet és triázs épületet is építettek. A részleg összesen 150 négyzetméterrel bővült, de a már korábban meglévő 150 négyzetméteres területet is felújították. A fejlesztésekre egy határon átnyúló program biztosított forrást, az összesen csaknem 1 millió eurós támogatásból fele-fele arányban osztozott a kisvárdai és az ungvári kórház. Ez a projekt átadó azért is különleges, mert háborús viszonyok között tudtunk megoldani egy olyan együttműködést az ungvári járási kórházzal, amely 4 évvel ezelőtt 2019-ben indult el, és olyan szorosan együttműködtünk, hogy most egy sikeres projekt átadó ünnepségen vehettünk itt részt közösen. Ez a projekt azt célozta meg, hogy a kórház mellett vagy a kisvárdai város mellett fekvő 4-es úton haladók, külföldi állampolgárok sérülése, betegsége esetén, ami ellátjuk a betegeket, a további ellátást össze tudjuk hangolni az ungvári kórházzal, és olyan közös ellátási protokollokat tudjunk kidolgozni, amelyben egy elsődleges ellátást kapó betegnek ugyanolyan lesz a ellátás folytatása, még ha átkerült az ukrán határon túlra is, a szomszédos és testvér kórházunkban is. A sürgősségi részlegen naponta 50 és 100 közötti beteget látnak el, az orvosoknak és ápolóknak jellemzően traumatológiai, belgyógyászati és neurológiai eseteket kell kezelniük. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a kórház egyre jelentősebb térségi szerepet tölt be, így fontos és időszerű volt ez a beruházás. Mint ahogy a kórház is fejlődött maga ennek az osztálynak a létszáma, a betegellátottsága, és értelemszerűen kisebbé vált már a terület, szükséges volt fejlesztésre, és ezért örültünk határon átnyúló egyik ilyen fejlesztésnek, hogy a Ungvár és a Kisvárdi Kórház együttesen tudott fejleszteni európai uniós forrásból. Hál' Istennek az ismert körülmények ellenére is megvalósult ez a fejlesztés, ez a beruházás, ez jó az ungvári kórháznak, jó a kisvárdai kórháznak, és értelemszerűen jó a Kárpátalján, illetve Magyarországon élő betegeknek is. A projektnek még vannak hátralévő elemei, a kórház márciusig különböző ágy melletti eszközöket, így például ultrahangeszközt és mellkas kompressziós gépet is fog vásárolni. Hegyi Henrik az eseményen hangsúlyozta, nem csak a feltételek javítása fontos, a kórház humán erőforrását is mielőbb erősíteni kell. Orvos ilyen sajnos kórházunkat is sújtja, a sürgősségi ellátásban 2 főállású orvosunk dolgozik, és társszakmákból, belgyógyászat, illetve intenzívgyógyász szakmákból érkeznek még az ügyeletet ellátó orvosok. Szakdolgozói létszámban nem szenvedünk, szerencsére ilyen folyamatosak a képzéseink, és 22 szakápolónk van, illetve 12 orvosérnökünk, akik itt az osztályon a nap 24 órájában az év 365 napjában dolgoznak. A beruházás átadóján felavatták dr. Pikó Károly emléktábláját is. A Józsa András Oktatókórház egykori főigazgatója, orvosigazgatója, az ország első sürgősségi osztályának alapítója, több mint 3 éven keresztül dolgozott a kisvárdai kórházban.